Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Az ünnepi beszélgetésekben a vendégem Szigli István, a 9-es számú választókörzetnek a képviselője, az önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. A legelején szeretném, hogyha egy kicsit így helyre tennénk, hogy mettől meddig tart a 9-es körzet, hogy így a nézők is lássák, tudják, hogy meddig tart ez a határ. 2010-ig fekete egy száraz rét önálló városrészként volt része a körzetnek. 2010-et követően a Szedreskert egy része hozzátartozik ehhez a választókerülethez. Pontosan a Szedreskertnek valamennyi családi házas része, illetve a társasházak közül jó néhány, amit a Ligetcsori iskola körül, ABC körül ez az épület együttes, illetve a Palotai út mentén egy tizemeletes szalagház, és maga a garzonház is. Köztes rész pedig már a kettes választókerülethez tartozik. Úgy szoktam mondani, hogy megérkező a Veszprém felől a városba, onnan kezdődően a Bőrgyárülőig, azaz a Varga csatorna partig tart a városrész. Közel 9000 embert érint, mint lakót, és ebből a választópolgár ezen a részen közel 4000 fő. Tehát nem kis városrész, és én úgy gondolom, hogy ez a fejlődésén is annyiban meglátszik, hogy van egyszer a családi házas övezet fejlesztési része, és van a társasházi fejlesztési rész, ami más igényeket támaszt mindenki elé, mint a családi házas övezeté. Elég nagy körzet, és tényleg sokfajta probléma merülhet fel, sokfajta fejlesztési lehetőség és program is van a körzetben. Mióta képviselő itt ezen a területen? Hány éve? 24 éve vagyok képviselő. Én úgy gondolom, amikor elkezdtem, hogy valamit csak tudunk tenni azért, hogy ne gumicsizmába kelljen az embereknek közlekedni. Nagyon fontos rész volt az infrastruktúrának a kiépítése. Az meghatározó volt abban is, hogy hogyan fejlődik tovább a városrész. Akkor azért számot mondanék, 90-ben 2600-an laktak például Fekete-Egyszárazréten, ma közel 6000-en. Tehát nem egész háromszorossára nőtt a lakó létszám. Nagyon sok fiatal költözött a városrészbe. Mondhatom azt, hogy a lakóknak az 50%-a fiatal, vele együtt ugye a szülő, gyermek, így értve a fiatalt. Így teljesen más igényeket kell kielégíteni a mai viszonyok között. Abban az időszakban meghatározó volt, ahogy mondtam, az infrastruktúra, hogy tudjunk közlekedni, legyen szennyvíz, legyenek utak, legyen gyógyszertár, legyen orvosi rendelő, és így tovább. És ezen túl vagyunk szerencsére, tehát azt lehetne megfogalmazni, hogy az infrastruktúrális fejlesztés magával hozta az egyéb létesítmények fejlesztési követelményét, és amikor azt szoktuk megfogalmazni, hogy ne csak alvó városrész legyen a Fekete-Egyszárazrét, ezen túl léptünk. Így alakult ki a kultúrudvar vagy közösségi ház, ami alapvetően meghatározza a közösségépítésnek a lehetőségeit is. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy azért az utóbbi időben nagyon nagy fejlődésen esett át ugye ez a városrész, ami önhöz tartozik, és hogy az elmúlt évben, tehát ebben az évben is, mert most már vége felé tartunk, hogy ebben az évben is tovább tudott fejlődni. Ugye volt már a kultúrközpontnak már az első része, az első ütem az már ugye megvalósult, és a második ütem, az arra miért volt szükség? A szociális városrehabilitáció részeként újult meg az iskola, erről majd szeretnék azért néhány gondolatot szólni, illetve ehhez épült egy kulturális rész, ami már jelezte, hogy majd itt valami fog történni. Az épület együttes is alkalmas volt már arra, hogy rendezvényeket, eseményeket bonyolítsunk le, hisz nagy tornaterem, rendezvényteremmel rendelkezik ez a létesítmény. És az átadását követő pillanatban a polgármester úrral nézegettük ezt a hatalmas nagy füves térséget, ami akkor még füves térség volt, hogy mit lehetne itt csinálni, és mondtam, hogy hát próbáljuk bővíteni a kulturális ágazatot, amire rábólintott a polgármester úr. Tehát nem csak az én ötletem, tehát ezt őszintén be kell vallani, hogy ez egy
közös ügy, és akkor úgy fogalmazódott meg a kérés, hogy hát csináltass egy koncepciót az egészre. Igen, készült egy koncepció, Fekete egy százéten élő három fiatal mérnök nekiállt, és az elgondolásait papírra vetette, és azt szerint haladunk. A főépület elkészültével megépítettük a szabadtéri színpadot és nézőtérre, ami egyedisége annyi, hogy a nézőtér is fedett. Tehát amikor bármilyen időjárási helyzet van, akkor is tudunk műsorokat rendezni. És a második ütem, ha így kérdezte már, a második ütemnél fogalmazódott meg az a kérdés, hogy hát ki kéne szolgálni a szabadtéri színpad és környezetét. Ezért olyan kulturált létesítményeket terveztünk meg, ami jelzi azt, ha te fehéring nyakkendőbe vagy éppen kiöltözve megjelensz, akkor se kelljen azon meditálni, hogy hova tudsz elmenni, ha éppen szükségletet kell kielégíteni. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez a második ütem egy kiszolgáló létesítmény legyen, és ez sikerült is egy olyan szintű, színvonalú létesítményként megvalósítani, ami sokat tetszését megnyerte. De nem csak kiszolgáló része lényeges ebben, hanem a tetőtéri rész egy olyan kiállítóterem, rendezvényterem is megvalósult, ami ma már kihasznált teremként, kiállításokra, rendezvényekre is használunk. Akkor ez a kiszolgáló egység, vagy nem tudom, hogy ahogy hívjuk, ez egy büfé, ugye? Egy WC vagy toalett, ugye? És akkor még ehhez hozzákapcsolódik a gasztroudvar is, ami megvalósult az év során. Ne szükítsük le a büfére meg a WC-re, mert annak is vannak előzményei, hogy a büfének van egy szép terasza, ahova ki lehet ülni, vagy a tetőtéri rendezvényterem is egy kulturált tér, illetve az egyik épületszárnyban van egy kerámiaégető kemence és műhely ebben a részben, és tulajdonképpen a kialakított folyosórendszer is alkalmas közösségi rendezvények lebonyítására, és itt mondhatom, hogy ebből nyílik egy út lefele, a gasztroudvar fele, ami valóban ennek részeként valósult. Nem csak gasztroudvarról beszélhetünk, hanem része a gasztroudvarnak egy kerti konyha, ami azon túl, hogy fedett pergolás, kiülők vannak a gasztroudvarban, egy olyan létesítmény együttes épült, mint kemencék, sparhelyt a régi fogalmak szerint, grillező, szalonnasütőhely, és ezt kiszolgáló építmény, ahova nem a porba kell a tésztát gyúrni, hanem van egy kiszolgáló épület, ahol kulturáltan elő tudsz készülni, és hozzá egy ilyen mosogatórendszer. Tehát ennek részeként igen, és a parkosítás is ennek részeként valósult meg. Én úgy gondolom, hogy így vált komplexé ez az kultúrudvar. Vannak még tervek a kultúrudvart illetően, mert a koncepcióban van még egy úgymond épület együttes, a tudásháza vagy digitális háznak az építése. Még az nyitott kérdés, hogy az mostanában valósul-e meg, vagy a koncepció részeken még tartogatjuk. Hozzátenném, hogy maga a kiszolgálás része, a parkoló együttes, az is épült néhány ezen a területen. Van térfigyelő kameránk, térvilágítás, tehát minden olyan feltételt próbáltunk megteremteni, hogy ha valaki eljön, akkor egyrészt biztonságban érezze meg magát, és jól érezze magát. Nagyon jelentős változás volt, hogy immár második alkalommal a Vörösmarty Színháznak a nyári színházát itt bonyolítottuk le. Igen, erről is akartam kérdezni, hogy ugye nyilván azért is volt ez fontos, hogy a közösség, a városrésznek a közössége külön ünnepeket, külön rendezvényeket tudjon tartani. És hát elég sok minden volt azért ebben az évben is. Itt már kezdeném azzal, hogy ugye ez a toros ünnepség, ez már egy hagyománnyá vált itt a városrészben. Igen, lehet azzal is kezdeni, mert azzal kezdtük. Nagyon népszerű lett ez a rendezvény. Hát ott a helyszínen történtek a feldolgozások, a készáru elkészítése, sütés, főzés, evészet, ivászat hozzá. Volt, akinek ez nem tetszett, mert szigorúan azt hirdettük, hogy Fekete egy százét lakóit érinti,
és volt, aki ezzel nem szimpatizált, hogy miért nem jöhetnek a város más részében, ez a Fekete Ennélőknek a rendezvénye volt. Igen, folytatnám az, hogy vannak hagyományos rendezvényeink most már. Ilyen a Majális, ami már 16. alkalommal van, rendeztünk meg, vagy a Szentmihálynapi Sokadalom, amit már 8-szor. Hagyományát kezdtük kialakítani, vagy kezdtünk vele valamit, mint hagyomány, a Majálissal, illetve a Májfaállítással, bocsánat. Májfaállítással, illetve hát ugye advent időszakában a fenyőfaállítás, ami már immár harmadik alkalommal sikerült megoldanunk. Ezen kívül, ami sokak számára nem biztos, hogy mond valamit, de ugye az udvarunkban van egy Bemmel szobor, és március 15-én mindig itt ünneplünk, ünnepélyes zászló felvonással, immár harmadik alkalommal ez is. Illetve hagyomány a Borsó Fesztivál, és most már mondhatjuk azt, hogy a szabadtéri színpadnak a programja is hagyomány, és majdnem, hogy azt lehet fogalmazni hagyomány a száztagú cigányzenekar fellépése. Tehát vannak olyan fix pontjaink, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy már megszokott közönség, vagy éppen bővülő közönség vesz részt. Ezen kívül nagyon fontos, és hagyományt szeretnénk belőle kialakítani. Szó volt az imént arról, hogy közösségépítésnek milyen részelemei lehetnek. Ennek része volt ugye a kiszolgáló épület ahhoz, hogy kulturált körülményt teremtsél, és maga a Kasztrúdvar kerti konyha, a kiszolgáló együttes egy olyan lehetőséget biztosít a családoknak, baráti köröknek, hogy rendszeressé váltak már a 20-30-40 fős családi baráti találkozók hétvégenként. Ez is volt célunk, hogy olyan feltételeket teremtsünk meg, hogy ne kelljen otthon a lakást fölfordítani, vagy pedig az udvar tönkretenni. Ezért nagyon sok ilyen rendezvényünk közelíti a 40-et már. Tehát nem kevés ahhoz képest, hogy nem olyan rég kezdtük el ezt az egész kiszolgálási részét. Akkor folyamatos rendezvényeknek ad otthont ez a jól kitalált kultúrközpont, kultúrudvar. És folyamatos, minden, így van, folyamatos rendezvények vannak. Most már a héten nyílik egy újabb kiállításunk. Mi már a harmadik kiállítás ez a kiállítóteremben. Illetve a különböző ünnepekhez kötődő rendezvények, de nem csak az intézményi, hanem az iskolái, a nyugdíjas kluboké, a baráti társaságoké. Mindenki az év végét próbálja kihasználni egy-egy ünnepre, a saját kis ünnepére, és ehhez megvannak a feltételeink. Az előbb már volt szó arról, hogy ugye Vörös Marti Színháznak az előadása is kikerült oda az udvarba, a kultúrudvarba. Miért is másabb egy ilyen előadás, ami kint van ön szerint? Nagyon jó hangulata van. Kezdem azzal, hogy megérkezik, nézzük a néző oldaláról, megérkezik a néző, bemegy a gasztróudvarba, rendelt magának mondjuk előre ételt, leül, megeszi, iszik hozzá egy kis üdítőt, vagy éppen sört, és 10 perccel az előadás előtt bemegy a nézőtérre. Addig kint az udvarba, a szabadba beszélgetnek a barátokkal, ismerősökkel. Vegyük a részt a szereplők oldaláról, először is a műszakiak oldaláról, hogy nem kell minden pillanatban lebontani egy színházat, ha éppen olyan helyen van a szabadtéri színpad, mint például volt a Pelikán terem vagy udvarba, ahol rendszeresen bontani és építeni kellett. Más ugyanez összefügg a szereplővel, hogy ő is nyugodtan fölléphet, nem kell attól tartani, hogy félbe kell szakítani előadást vagy sem. És maga az a rész, hogy egy zárt egységbe vagy, belépővel érkeztél, nem zavarja meg senki az előadásodat, vagy épp a szórakozásodat. Szünetben ugyanígy lehetőség van, hogy elbeszélgetnek, eszegetnek, iszogatnak, és a végén nyugodtan elballaghatnak. Van parkolóhely, ha nem itt, akkor az egyik közeli áruház parkolója. Jó hangulata van, maradjunk ennyibe, mind a szereplő részéről, mind pedig a néző részéről.
Hozzátenném, hogy egyetlen egy előadás sem volt félházzal, teltház volt valamennyi előadás, de ugyanúgy az egyéb rendezvények is szinte teltházzal mentek. Ez értsd alatt a 300 főt egy-egy esemény kapcsán. Hát az elég nagy szám azért. És nem csak a kultúrprogramok nagyon népszerűek, hanem ugye van a Városnéznek egészségügyi rendezvénye is, ami a Porsó Fesztivállal egy napon volt mondjuk most idén. Igen, az egészségnap volt. Hagyomány már ez is, 5. vagy 6. alkalommal csináljuk az egészségnapot. De szorosan összefügg azzal is, hogy felújításra került egyébként az orvosi rendelő is, aminek még egy bizonyos elemét majd a 2019-ben megépítünk, tehát itt a feljárók, parkolók, egyebek, amik még ehhez tartoznak, de sikerült olyan szinten átépíteni az orvosi rendelőt, hogy nem zavarja a szociális otthonnak a nyugalmát, hisz közös bejáróval voltak, és valamivel nagyobb váróteremmel. Hozzátenném, már ez is szűknek bizonyul, és sokan jelzik, hogy jó lenne nagyobb váróterem, meg még egy házi orvos. Hát ez mai világban nem egyszerű ezt pótolni, illetve kialakítani. Én úgy gondolom, hogy ahogy a lakólétszám növekedett a városrészben, azzal együtt majd egyszer erre is sor kerülhet. De ami nagyon fontos, hogy akadálymentes ez az épület, tehát teljesen akadálymentesítették, tehát A régi bejáró részen tudjuk az akadálymentesítést most lebonyolítani, és ami hátra van, az az akadálymentesítés az új bejáró felől. Tehát nincs olyan probléma, hogy valaki nem tud bejönni. Hozzá téve azt is, hogy pontosan 2 olyan betege van a doktornőnek, akinek szüksége lett az akadálymentes bejáróra, de ez törvényi előírás, meg kell majd csinálnunk. Igen, de a WC az már elkészült hozzá, igen, az akadálymentes WC, tehát igen, az már teljesen megvan. És akkor még itt említette az iskolát, hogy az iskolával kapcsolatosan is történtek. Az iskolában jelentős változások várhatók. Tagiskolaként működik az iskola, de 8 fős tantestülettel működik, ebből 4-en nyugdíjba vonulnak. Plusz 1 fő státuszt pótolnak, tehát 5 fő az, aki el fog távozni. Akiknek köszönettel tartozunk az eddig végzett munkájukkal, mert nagyon sok gyermeket megtanítottak írni, olvasni itt a szárazrét feketeegyieknek, de jelentős fordulatot szeretnénk venni. A szülők úgymond nyomására elkezdtük azt a részét megszervezni, hogy egy tudás tehetséggondozás pontosabban létesüljön itt az iskolába. Ehhez próbáljuk a feltételeinket megteremteni. Mind a személycserék ezt a célt szolgálhatják, hogy egy olyan korosztály vegye át úgymond az iskolát, akik jelentős aktivitással bírnak és elgondolással, új tagintézményvezető lesz, illetve olyan technikai hátteret biztosítsunk, ez legyen nyelvstúdió, vagy informatikai teremrész, vagy éppen a sportoláshoz a külső részeknek a átalakítása, ami egyedivé teszi az iskolát, és ahogy fogalmaztunk az elmúlt időszakban róla, hogy ne kelljen a városon keresztül utaztatni azt a kisgyermeket, aki itt is megtalálhatja a lehetőséget. Ennek több feltétele van, többek között az, hogy egy körzetként működjön az egész, mert jelenleg 2 körzetre vontva az anyaiskola és a tagiskola részéről, illetve az, hogy tudomásul kellene venni, hogy ez a létesítmény, miután egy ékszerdobozként szokták minősíteni magát a kultúrudvart, ez az intézmény, mint iskola, szintén része ennek. Tehát amikor 4 osztályba gondolkodsz, és azok a gyerekek, akik ide járnak, egy olyan közegbe kerülhetnek, ahol nem rugdalja a 8-as, a 7-es, vagy nem taszigálja arrébb, hanem a saját korosztályának megfelelő környezetbe tud tanulni, ez egy nagy érték lehet. Főleg, ha ehhez minden olyan technikai feltételt, új elemet, új oktatási módszereket hozzá tudunk tenni, ami eddig nem volt jellemző. Van egy ilyen igény a szülők részéről, és ezért merészelem ezt a dolgot így módon is jelenteni, kifejezni. Pontosabban az élére állva csinálom ezt a dolgot, én is úgy érzem, hogy ez a jövő útja a tanintézeti résznek. Sokan azt kérdezik, hogy mi közünk ehhez, hisz állami intézmény, de mikor leválasztás történt az önkormányzatról az állami intézmény fele, akkor a
polgármester úr is, és én is egyértelműen úgy fogalmaztam, hogy mi nem szakadhatunk el ezektől az intézményektől, hiszen mi gyermekeink, unokáink járnak ide, és minden lehetőséget ehhez biztosítani kell. Legjobb példa, hogy hány iskola felújítás történt az elmúlt időszakban, és ez, azt hiszem ez bizonyítja. Ugye, ha már iskolánál tartunk, akkor a Vörösmarty iskola előtt ugye az egész Liget sor megújult, egy nagyon jól funkcionáló körforgalommal egészült ki. Mikor is valósult meg ez, mikor adták át? Ez év júniusában került átadásra. Ez volt a városrész legnagyobb beruházása, közel 800 millió. Tehát én, mikor erről beszélünk, azért ez egy városrehabilitációnak a befejezését jelenti. Sorba Koronás park, közbelső parkoló, kosárcsarnok, szálloda, csónakázótó felújítása, akkor a Bregyó köz bizonyos részét is ide lehet sorolni, és ennek egy záró akkordja volt a Ligetsor teljes felújítása. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon jól sikerült a nehézségek, építési nehézségek ellenére. Itt is szeretném megköszönni a türelmét az ott lakóknak. Egy év volt körülbelül, hát több mint egy évig tartott, és ez nem volt nehéz, vagy nem volt könnyű végigélni, mert voltak az építkezésnek nehéz fázisai, amikor úgy tűnt, hogy nem alkotott senki semmit, csak vannak a gödrök és a különböző lukak. De megvalósult, és valóban egy olyan színvonalas beruházás, ami méltó volt ahhoz, hogy ezt az egész városrehabilitációt lezárjuk. Folytatása van, az Ligetsori iskolával szemben épül a új parkoló, illetve a felújítása. 27 új parkoló épül, és 24 felújítás. Ugyancsak épült 19 parkoló a volt sportpálya területén a Szeder utcában. Sokan ezt feszegetik, hogy elvettük a sportpályát, ez annyiba igaz, hogy megtörtént, de az iskolán belül épült egy többfunkciós sportpálya, aminek a használatát biztosítani kellene a gyermekek számára. Ez reméljük a jövő esztendőben megvalósul. Ugyancsak komoly fejlesztés volt a Sajó utca északi részének a felújítása. Van mit finomítani utólag az utcán, tehát vannak nehézségek, amikre azt lehet fogalmazni, hogy nem sikerült igazán jól a felújítás, de reméljük ezt tudja a kivitelező korrigálni. Műszaki hiba történt, amiatt fel kell úgy tenni bizonyos részeket. Ugyancsak fontos része lesz még, ha már jövőről lehet beszélni, hogy a Szeder köz kikötése a Palotai útra, ami a kampusz építéssel összefügg, említette a körforgalmat, annak folytatásaként a Palotai út fele kisajátításokkal lesz egy kikötés a Palotai útra, ahol egy csomópont kerül kialakításra, és az ott lévő parkolóknak a átépítése is megtörténik. Ez gyorsítja azt a részt, hogy nem kell ott a kanyargós kertészet fele vezető utakon haladni, hanem direktbe kikötni az utat a... Most ezt én így elképzelni sem tudom, de nyilván erre megvannak, vagy meg lesznek a tervek, hogy ez... Hát nagyon egyszerű, hogy jövünk a Bregyó köz felől, és akkor nem kanyarodsz el jobbra, hanem egyenest mész tovább. Tehát nagyon egyszerű, talán így már könnyebb. De ott van most ház, vagy nincs? Ami... Hát arról beszélek. Ja, az lesz a... Ja, értem. Azt kell kisajátítani azt a házat, meg a Palotai út másik felén, és akkor egyenest lehet húzni, és így talán így egyszerűbb. Igen. És hogyha már így a, még a közlekedésnél, hogyha itt igen. tartunk, hogy ugye van az a... Körforgalom. Az a bizonyos körforgalom, igen, ami azért reggel elég nehézkesen engedi át a forgalmat, és még este is azért okoz gondot, hogy azzal kapcsolatban lesz-e valami? Készült 10 évvel ezelőtt magának a körforgalomnak egy fejlesztési elképzelése, ami nem tervként, csak egy vázlatként készült el, ami a körforgalom bővítését jelenthetné. Ezt a mai kor követelményének ez a terv ez nem felel meg. Ha szeretnénk ott valamit csinálni, azt egyrészt át kell tervezni, másrészt pedig hát pénz kell hozzá, mert 800 millióba kerülne ez az egész átépítés. Egy nagyon fontos részét azért hadd mondjam el, hogy ez a körforgalom és a Fekete-hegyről kijövő járművek között milyen összefüggések vannak. A körforgalmon áthaladó járművek kétharmada nem Fekete-hegyről érkezik.
Tehát ha magának a városrésznek a kiszolgálását kéne csak ennek a körforgalomnak megoldani, akkor az megoldaná. Ezért van sokszor az a feszültség, hogy a Farkasfelmúton hosszú sorok állnak, mert a 8-as útról lejövő utcákba közlekednek, vagy jönnek le Veszprém, Csór és Várpalotirány irányából jövők, abba a tudatba, hogy hamarabb érkeznek be a város fele. Tehát így azt lehet mondani, hogy a Fekete-hegy szárazrét szenvedi meg ennek az egésznek a forgalmi részét. A csomópontra nem hajtanak rá, tehát a 8-as út csomóponti végcsomópontjánál, mert az Usannál ugyanilyen bedugulás van. Kérdésként felvetik sokan, hogy a Bakony utcai lekötő mikor készül el. Az is pénz kérdése, meg nem biztos, hogy az azonnal megoldja ezt a problémát. Legfontosabb lenne, lehet, hogy egyedül vagyok ezzel, de 10 évvel készült erre egy tanulmányterv, a 81-es átkötése Sárkeresztes, Moha-Iszka-Szentgyörgyről a 8-as út fele, mert Győr irányából érkező, tehát a 81-es irányából érkező tehergépjárművek mind bejönnek ebbe a csomópontba. Tehát gyakorlatilag a reggeli és a délutáni reggeli órákban beérkezők, délután a kifele haladóknál. Tehát maga Székesfehérvár, az emberül Fekete-hegy szárazrész szenvedi meg azt a közlekedési nehézséget, amit nem itt kéne megoldani, hanem a város külső részeibe valahol. Az Usan csomópont átépítése sem egyértelmű, segíteni fog, de rég el kellett volna kezdeni a tervezését az állami szerveknek, az M7-esre egy kikötő útnak ott az ipari park környékén. Ez is tervek között szerepelt annak idején. Visszatérve még egyszer a csomópontnak a terve, valóban van egy vázlat, ami utal arra, hogy át lehet építeni ezt a csomópontot. Egyrészt, hogy minek árán, meg ez a terv nem alkalmas arra még. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Akkor most már hallottunk a tervekről is, hogy miket terveznek, és majd jövőre szerintem le tudunk ülni beszélgetni, hogy mik azok, amik már elindultak, vagy már meg is valósultak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt a stúdióban, és azt gondolom, hogy sok nézőnek nyújtottunk most segítséget, azoknak, akik nem ismerték ezt a városrészt, nem ott laknak, mert nyilván akik ott laknak, azok ezt tapasztalták. Én is köszönöm a lehetőséget, és bízom benne, hogy valóban jövőre azt tudjuk mondani, hogy változott a körforgalmi csomópontnak a rendje, bővült a kultúrudvar, épül a kalandpark, épül a sportpálya, felújításra kerülnek utak, és így tovább. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen az önök figyelmét is, hogy megnézték ezt az ünnepi műsort. Viszontlátásra!